Pozitívan zárta a 2016-os évet Uszódközség önkormányzata, számolt be televíziónknak a település polgármestere Bedi Gyula, aki azonban hozzátette, hogy kezdetben akadtak olyan kisebb finanszírozási problémák, amelyeket átcsoportosítással tudtak megoldani. A tervezéskor kiderült, hogy a feladat alapú finanszírozásnak köszönhetően jó néhány részfeladatnak a finanszírozása nem fedezte a költségeket, ilyen például a védőnői szolgálat, az óvoda működtetés, vagy éppen a közös hivatalnak a működtetése. Nyilván átcsoportosítással kellett ezeket a feladatokat megoldanunk. Tulajdonképpen a költségvetést most már le tudjuk zárni, a 2016 évet, és azt látjuk, hogy minimális pénzmaradvánnyal sikerült a gazdálkodásunkat megoldani. Fejlesztésekre is volt lehetősége az önkormányzatnak, leginkább JETA pályázatok nyomán, azonban saját beruházás alkalmával járdaépítésre, ingatlan vásárlásra, majd vidéki szálláshelyként való kialakításra is költöttek. Az idei évre vonatkozóan nagy várakozásokkal tekintenek Uszódon a területi operatív program nyújtotta pályázati lehetőségek elébe, hiszen a 2016-ban benyújtott tendereket az ígéretek szerint hamarosan elbírálják majd. Az elmúlt évhez hasonlóan a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány ezúttal is biztosított pályázati lehetőségeket különböző fejlesztésekre. Szeretnénk két épületen napelemeket elhelyezni és klimatizálni az épületeket, ilyen az önkormányzati hivatal és az egészségháznak a rendelői. Egy engedélyes tervet szeretnénk készíteni egy új művelődési házról, tehát tulajdonképpen ez volt a négy pályázat. A topos rendszerben pedig az idősek napközi otthonának a 2016 évi fejlesztése lenne az, ami remélhetőleg az idén elkezdődik. Bedi Gyula elmondta továbbá, hogy közlekedésfejlesztésben szeretnének pályázni, de van keretösszegük energetikai fejlesztés terén is, illetve csapadékvíz elvezetés építésére tudnak pályázni. Nagyon sok esetben mi nem arra tudunk pályázni, amire szükségünk van, hanem ami pályázatot kiírnak. Tehát hosszú évek óta megoldatlan nálunk a művelődési ház kérdése, és sosem találunk egy olyan pályázatot, amivel ez megoldható, illetve most is van beadva már több mint másfél éve egy vidékfejlesztési hivatalhoz egy pályázat a felújításra, és tulajdonképpen annak a bírálata is folyamatban van, és nem tudunk róla egyelőre semmit. Az Uszód polgármesterével készült teljes értékelőt február 27-én este 7 órakor kezdődő gazdasági magazinunkban láthatják teljes egészében.